Parlamenti fogadóra és vendégünk a bolgár nemzetiségi szószóló, aki néhány hét hiány 4 éve tölti be ezt a pozíciót, tehát egy rövid visszatekintés következik, már csak arra tekintettel is, hogy április 8-án ismét országgyűlési választások lesznek Magyarországon, tehát van mit összefoglalni. Tulajdonképpen milyen 4 évet tud hátta mögött, hogy sikerült, mi az, amit kiemelne ezek közül a jelenségek, események közül? Üdvözlöm a kedves tévénézőket! Hát ezt a 4 évet így egy interjú keretében hosszas lenne összefoglalni, de egy főbb pár eseményt azért megemlítenék. Én úgy gondolom, hogy egy mozgalmas 4 évről beszélhetünk, hiszen ez egy új intézmény a Magyarországgyűlésben, a parlamenti nemzetiségi szószóló, aminek az elejétől még úgy kicsit kisebb elképzeléssel voltunk, hogy pontosan mi is lenne a feladata itt a parlamenti szószólónak, de így 4 év után összegezve sikerült úgy néz ki ezt a helyet betölteni. Beüzemelt a rendszer. A rendszer, igen, ahogy lehet mondani, hiszen az országgyűlésben részvételünkkel nagyon sok nemzetiségi napirendi pont került tárgyalásra. Itt legfontosabb az a költségvetés, ami a nemzetiséget érinti, de volt több javaslat is, köztük az én javaslatom is. A Nemzeti Vagyonról Szóló Törvényben volt egy javaslat, ahol a nemzetiségeknek biztosítva tud lenni az intézmény vagy az épület használat, tehát át tudja adni a magyar állam a nemzetiségeknek használatra azt az épületet, ahol az intézményeik, iskoláik vannak. Úgyhogy ez egy szintén egy fél éves munka előkészítésnek az eredménye, ami nagyon jó, hiszen egy nemzeti vagyonról szóló törvény azért nem olyan egyszerű, több mint 2/3-os többség kell hozzá, hogy ez elfogadásra kerüljön. Ezek szerint akkor vannak ilyen iskolák, amelyek hovatartozása ilyen szempontból kérdéses, ugye? Igen, talán azért is, hiszen vannak nemzetiségi iskolák, vannak átvett most már nagyon sok nemzetiségi iskola. Itt a mi iskolánk is egy bolgárországos önkormányzat által működtetett hétvégi iskola, ami a Bajza utcai épületben van jelenleg. És itt nagyon fontos a vagyonkezelői jog, vagy pontosan a használati jognak a tisztázása, hiszen ahhoz, hogy ez az iskola fent tudjuk tartani, üzemeltetni tudjuk, itt tudok beszélni akár arról is, hogy felújítsuk, új eszközöket vásároljunk. Itt mindenféleképpen szükséges az, hogy a kezelői jog tisztázva legyen, hiszen csak így tudunk részt venni pályázatokon, így tudunk teljesen jogilag legitim helyzetet biztosítani az iskolának. Ez nagyon fontos, főleg a mostani évben, 2018-ban, hiszen 2018 egy jeles esemény a bolgár közösség számára, mert idén ünnepeljük a magyarországi bolgár iskolának a 100 éves fennállását, ez egy 100 éves jubileum. Centenárium, ez akkor tényleg nem semmi, és hogy ünneplik? Igen, nagyon nagy ünnepség. Itt az alapítástól kezdve, amikor még a 9. kerületben, a Lónyai utcában alapították nagyapáink az első iskolát, ott van elhelyezve egy emléktábla, azt látogattuk meg, azt koszoroztuk meg, akkor a következő helyszín, ahol az iskola egy pár évig működött, 5-6 évig, azt hiszem a Somogyi utcában és a 8. kerületben van, ott is van egy szintén hasonló emléktábla, amit megkoszoroztunk. És a harmadik hely, az pedig a József utca, szintén a 8. kerületben. Ott is van egy emléktábla, amit megkoszorúztunk. Visszatérve a parlamentre, ugye említettem is, hogy választások lesznek. Mennyiben hasonló és mennyiben speciális az a választási procedúra, amelynek keretében megválasztják a nemzetiségi szószólókat? 2014-ben változott a Magyarország alkotmánya és a választási rendszer is, hogy akkor szószólókat delegálhatnak vagy választhatnak a 13 nemzetiség a Magyarországgyűlésben.
Ez annyiban történt változás, hogy akkor egy nemzetiségi regisztrációra, egy listára kell egy adott nemzetiséghez tartozónak vallani magát, ami pontosabban azt jelenti, hogy ebben az esetben akkor, mint egy pártlista úgy működik, az országos önkormányzat állít egy listát, amin vannak természetesen nevek, és akkor így, aki a nemzetiségi listában szerepel, mint regisztrált, akkor ő a országos önkormányzat, vagy a nemzetiség listára tud szavazni, ezáltal viszont akkor ő pártlistára nem jogosult szavazni. Viszont ez azt jelenti, hogy az országban bárhol, aki mondjuk teszem azt a bolgár nemzetiségi listára jelöltette magát, mint választópolgár, akkor erre a bizonyos országos listára adja le a voksát. Igen, ez pontosan azt jelenti, tehát ez településtől vagy területtől függetlenül, hogyha regisztrált a listán, akkor természetesen lehetősége van az adott nemzetiségre, vagy akár a bolgárra akkor szavazni. Tehát akkor ilyen szempontból az országos választás rendjéért felelősek gondoskodnak arról, hogy azok a szavazólapok eljussanak bárhová, ahol erre szükség van. Igen, ez az a választási irodának a feladata, ez mindenhol akkor ott lesznek a szavazólapok, a választási lapok, és természetesen a nemzetiségi lista is, amire lehet szavazni. És önök is kampányolnak? Igen, mindenféleképpen, hát mi is kampányban vagyunk, természetesen saját közösségünk belül, hiszen mi is állítottunk listát idén, és az országos önkormányzat felállította a listát, most kezdődik nálunk is a kampány, az aláírásgyűjtés, és akkor ugyanúgy akkor természetesen kampányolunk egészen április 8-áig, amikor történik a választás. Amúgy a parlamentben a nemzetiségi szószólók között ugye 13-an vannak, milyen a kapcsolat? Önök nyilván egy speciális csoportot képviselnek, ez nem definíciószerűen frakció, ugye? Igen, ez frakció nem tud lenni, viszont van egy nemzetiségi bizottság, amiben mind a 13 szószóló részt vesz. Ez elmondható így 4 év után, hogy ez a második olyan bizottság, amely a legtöbb ülést tartotta a parlamenti ciklusban. Nagyon jó a kapcsolata a szószólók között, nagyon sok közös ügy van, egyetértés, amiben közös előterjesztéseket tudtunk az országgyűlés elé vinni. Én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat meg is fog maradni a jövőben. Ugye korábbi hasonló beszélgetéseink alkalmával mindig kérdeztem arról, hogy mi újság van Bulgáriában. Ebben az esztendőben még külön is aktuális ez a kérdés, hiszen Bulgária tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét, azaz kiemelkedik végül is a 27, illetve 28 tagállam közül a tevékenysége. Mi a helyzet? Bulgária jelenleg igen nagyon, úgy lehet mondani, hogy kicsit felpesdült, főleg most az első fél évben, hiszen átvette a soros elnökséget. A részemről tudom mondani, hogy nagyon jó a kapcsolat, és nagyon jó közvetlen kapcsolatot látok el jelenleg is a magyar és a bolgár kormány között, de a közösségünknek is nagyon jó kapcsolata van. Talán itt a soros elnökségnek az egyik pozitív hozadéka számunkra, hogy támogatást kaptunk Bulgáriából, a Bolgár Műlősi Háznak a rekonstrukcióra, a felújítására, közel 100 millió forintot, úgyhogy ezzel el tudjuk kezdeni majd a Műlősi Háznak a felújítását. Ez azért fontos megemlíteni, hiszen a tavalyi évben ősszel Magyarország kormányától is egy ilyen jellegű összeggel, 100 millió forinttal kaptunk támogatást a Bolgár Kultúrháznak a felújítására. Ez azt jelenti, hogy a jövő nemzedékének is meg lesz az a szintere, az a kulturális területe, ahol tovább tudja ápolni a hagyományait, megőrizni kultúráját. De ezek a hagyományok, ezek mennyiben szinkronizáltak, illetve mennyiben speciálisak mondjuk így a magyar hagyományokkal? Most éppen zajlik valami, ami kiemelkedik ebben a szakaszban, ugye húsvétig terjedően?
Természetesen a hagyományok az a nemzeti ünnepek, amiket megünneplünk, de természetesen vannak különböző kulturális hagyományok is, amiket mindig megtartunk. Most március 1-e egy fontos esemény a bolgár közösségben és Bulgáriában is, hiszen március 1-én szoktuk egymásnak ajándékozni egy piros és egy fehér fonalból készült Martenicának hívják, márciuskának, ez a tavasz köszönte, tét jelenti pontosan, ezt családtagok ajándékozzák egymásnak. A fehér fonal, ami a márciuskán van, az a egészséget jelenti, a piros pedig az erőt, úgyhogy én is készültem szerkesztő úrnak egy ilyen márciuskával, ami aktuális, és akkor ezt szeretettel átadnám. Sok egészséget, boldogságot kívánik önnek, a családjának, és sok erőt a további munkához. Köszönjük szépen! Ezek nagyon jó hagyományok, amiket megőriztünk, és megőrzött a mostani és az előző nemzedék is. Ez mindenhol elfogadott, az összes önkormányzatunk, képviselők és az országgyűlésben is mindig március 1-én ilyen márciuskákat ajándékozunk minden képviselőnek, minden helyi, akár önkormányzati képviselőnek. Ez természetesen Soroksáron is hagyomány, ott is elfogadott, és szinte már várják, hogy mikor kapják meg tőlünk a márciuskát és a sok jó kívánságot. És meddig kell viselni, vagy meddig, akár meddig? Igen, a hagyomány az pontosan úgy néz ki, hogy az első gólyát vagy a fecskét, hogyha meglátja az ember, akkor vagy fára kell felakasztani, vagy pedig be kell tenni kő alá, és akkor utána, hogyha későbbiek folyamán az ember visszanéz, ahova felakasztotta, vagy betette a kő alá, tehát hogyha felakasztotta a fára, és a fa kivirágzik, akkor egy gyümölcsözőjéve lesz, és természetesen, hogyha betette egy kő alá, és a kő alatt bogarak, hangyák vannak, akkor szintén azt jelenti, hogy egy gyümölcsöző, egy boldog éve lesz. Na, hát akkor ezt ki fogom próbálni, és majd akkor adott esetben beszámolok arról, hogy végül is milyen szerencsét hozott, biztos jó szerencsét hoz ez a hagyomány. Mi következik utána sorban? A húsvét az hogy illeszkedik az önök rendjébe, ünnepi rendjébe? A húsvét most nem esik egyben a magyar húsvéttel, az egy héttel később lesz, az ortodox húsvét. És akkor utána pedig következik a szláv írásbeliség ünnepe, a Cirill és Metod ünnepe, a május 24, ami szintén egy fontos esemény, hiszen ebben az évben, ahogy említettem, a 100 éves jubileumot ünnepeljük a bolgár iskolának, tehát az írásbeliség ünnepe szintén egy jelentős esemény lesz majd 24-én májusban. De akkor addig még ott lesz az április, ugye a választások. Köszönjük szépen! Igen, köszönöm szépen én is!